Üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim! Ma arról fogunk beszélni, hogy mivel permetezzünk a szőlőnket akkor, amikor már érik és már és megbetegedett. Nagyon sokszor felmerül ez a téma, és sajnos sokakat érint. Lehet, hogy egy évben nincsen ilyen megbetegedésünk, de ez bármikor, bármelyik évben megtörténhet. Az bizonyára nyilvánvaló, hogy érés időben nem szabad permetezni kémiai szerekkel, hiszen ezeknek a várakozási, élelmezési várakozási ideje legalább 2 hét, de a legtöbbjük inkább 1 hónap, és még 1 hónaptól is több. Tehát ezt permetezni ezzel nem szabad. Felmerül akkor másik kérdés, hogy mivel permetezünk? Itt most készültem egy pár olyan dologgal, amivel permetezhetünk ebben az esetben. Itt van egy kálium permanganát, ez orosz-ukránul, magyarul ezt úgy hívják, hogy kálcium hipermanga. Nem, kálium hipermanga, elnézést. Kálium hipermanga. Vagyis, tehát népnyelven, ahogy mondják, hipermanga. Ezt tudják nagyon jó, hogy miből áll. Egy picikét veszünk, teszünk bele a vízbe, az meg lilul egy picit, és akkor permetezhetünk vele. Ez a hipermanga aktívan felveszi a harcot a baktériumokkal, a gombákkal. Úgyhogy nagyon jó vele permetezni. Nem tudom, mennyire kapható, hol már egyre inkább vonják ki a forgalomból ezt a hipermangát, de egyes patikákban még mindig kapható. De nagyon jó szer gombabetegségekkel szemben. Mennyit tegyünk bele? Ezt csak szemre kell, nem gramra kell nézni, ezt csak szemre kell nézni, hogy most megliluljon a vízünk, és akkor az már elég nekünk. Nézzünk egy másikat. Jódos kálium. Ez por. Jódos kálium. Mutatom, hogy hogy néz ki. Ez kicsit már meg van kemény, de így néz ki. Tehát ilyen por alakban van. Jódos kálium. Tessék. Ez szintén egy patikai szer. Ez egy alapanyag bizonyos gyógyszereknek. Szoktam belőle tablettát is csinálni egy-egy gyógyszerekhez, de még szemcsepphez is teszik ezt a jódos káliumot. Tehát egy gyógyszer alapanyag. Teljesen egészséges lehet így mondani, hiszen szokták bizonyos betegségre inni az úgy, hogy 20%-os oldatban. Mit tesz ez a jódos kálium? Vagy mennyit kell nekünk ebből adagolni? Ez 2-3 gram kell nekünk 10 liter vízhez, jódos káliumból. Egyes betegségeknél, mint például a perenoszpóra és a lisztharmat, azoknál kell 3-4 gramig beletenni. Tehát az nagyon kevés 10 liter vízhez. Mindössze csak egy kávéskanálnyi. Valahogy így jön ki. Tehát annyi kevés kell megyen 10 liter vízhez. Ilyen kiszereléssel lehet venni, ha jól tudom, tehát 50 meg 100 g-os kiszerelésben van. Ez 100 g-os kiszerelés, én 2 évvel ezelőtt vettem. Ez nagyon jó, érleli még a szőlőket is, meg a szőlő mennyigéket is nagyon jó beérleli. Hiszen jódot és káliumot tartalmaz. Tehát a jód az a betegségek ellen, kálium meg kell nekünk az, hogy most érleljük a szemeket, a szőlőszemeket, meg a mennyigéket érleljük. Tehát nagyon jó hatást fejt ki a betegségekkel szemben. Mi van még? Mit tudunk még mondani? Mivel védekezhetünk még? Van olyan patikai szer, hogy furacilin és metrodiazolin. Igen. Mind a kettő baktérium hatású és gombaölőszer. Tehát ez gyógyszer. A furacilinról azt kell tudni, egy picikes kis sárga szem, szokták vízhez tenni, és ha például gennyes valahol egy-egy végtagunk, vagy valami valahol helyezte, szokták vele öblögetni. Tehát gombaölőszer és baktériumölőszer is. Hogyan használjuk ezt a szert? Ezt tehát egy tablettát teszünk 10 liter vízhez. Furacilinról azt kell tudni, hogy hideg vízben nagyon nehezen oldódik. Ezért jó meleg vízbe kell tenni, majd, hogy nem forró vízbe kell eláztatni, hogy feloldódjon. Tehát egy tabletta, 1 liter víz. Azt tudni kell, hogy hát Magyarországon igaz, hogy lehet, hogy fel kell iratni
meg nem tudom, hogy kapható-e hasonló szer, vagy ugyanez a szer ott. De hát ez egy, éppen ezért, mivel ez egy hosszas procedúra, ezért talán lehet, hogy ki fog esni abból, hogy most permetezzünk vele. De lehet elmondani róla, hogy nem a, tehát ezt nyugodtan lehet ezzel permetezni. Tehát mi sokkal nagyobb koncentrációban isszuk meg ezt a tablettát, mint ahogy mi kivisszük a szőlőnkre. Én például ezzel nem szoktam, permeteztem még. Viszont van egy másik, ez a kálium, ez a sima kálium, ez egy helatin kálium, ezzel viszont szoktam permetezni. Ez nagyon jól érleli a szőlőt is magát, és a menyegét is magát. Nagyobb koncentrációban a káliumot, mint például 75 és 80 g per liter, nem, 75 és 80 g per 10 liter adagban nagyon jól megállítja a gombabetegségeket. Mint például a lisztharmatot, vagy a peranoszpórát, beszállítja ezeket a helyeket. És már nem fog tovább terjedni. Tehát nagyobb koncentrációban. Mondom, amikor lássuk azt, hogy beteg, akkor még pluszban elősegítjük azt, hogy érleljük is a szőlőnket, meg a venyégéket, és még ezzel gyógyíthatjuk is a betegségeket. Nézzünk tovább. Mi van még? Itt van az egyszerű szódabikarbóna. Ezt mindenki ismeri. Szódabikarbóna. És mivel ezt általában otthon fellelhető, szinte minden háztartásban van, és most leginkább erről fogunk beszélni, szódabikarbónáról. Hogyan használjuk? Én velem előfordult 3 évvel ezelőtt az, hogy megbetegedett érés előtt, itt benne a fóliában a szőröm, tehát láttam azt, hogy lisztharmatos. Egyes szemek megkezdtek már csattanni, és már amíg oldalt kijöttek a kocshajtásokon, azok kezdtek már csattanni, de látszott rajta, hogy elkapta. Én akkor tettem 3 kanállal, evőkanállal, 10 liter vízhez. Azt figyeltem meg, hogy nem igazán segített. Pár nap múlva tettem 5 kanállal. Persze, ahogy mennek a napok, úgy egyre inkább látszik rajta, hogy fertőződik. Tettem 5 kanállal, akkor láttam azt, hogy igen, segít, de még mindig nem az igazi. Fogtam és tettem hozzá 10 kanállal. Na, mi történt, amikor 10 kanállal tettem hozzá? Tehát itt az apró picike levelek, ezt addig leteszem. Az apró picike levelek itt körbe, tehát az oldalhajtásokon ezek megégtek. Tehát megfeketedtek itt körbe. A nagyoknak semmi bajok nem volt egyáltalán, de a picike, amik még nagyon vékonyka és nagyon eleven, azoknak érezhető, látható volt a fekete részkörbe. De a betegséget megállította. Tehát ez, mondom, 10 kanállal tettem hozzá. Minden esetre, amikor látják azt, hogy kezd betegedni a szőlő, én nem ajánlom rögtön a 10-et. 5-6 kanál szódabikarbóna nagyon elég ahhoz, hogy megállítsuk a betegséget. Nekem azért kellett 10, mert idő telt el, hogy most lássam azt, hogy most azok a szer, tehát előző nap, hogy mennyire használt az a szer, és nem igazán használt a 3 kanállal, amikor tettem hozzá. Tehát ott csak mentek az idők, és így egyre inkább betegedtek. Tehát ezért, hogy megállítsam, 10 kanállal tettem hozzá. Viszont azt tudni kell, hogy a szódabikarbónát nagyon nehéz eláztatni hideg vízben. Amikor áztassuk, meleg vizet használjunk a szódabikarbónának. Én amikor tettem hozzá, akkor tettem meleg vizet be, tehát a literes üvegbe beletettem, kavartam, majd leöntöttem a tetejét, majd megint tettem meleg vizet hozzá, megint leöntöttem, megint. Szóval 3-szor vagy 4-szer is elkavartam azt a mennyiséget, és akkor úgy öntöttem hozzá a permetező géphez. Használjunk-e tapadó anyagot, vagy ne? Én régen használtam tapadó anyagokat, mint például a Nonit, ez is ott van. Az is egy jó tapadó anyag, már vagy 3 éve nem használom ezeket. Ennek a tapadó anyagnak ahhoz, hogy most nagyon jó hatást fejt ki, hogy most rajta tartja nekünk a levélzeten azt a szert, amit ráviszünk, van hátránya is. Mégpedig az, és mutatom, hogy itt a hátul, mert most nekünk be kell nekünk permeteznünk mindent, nem csak innét, a hátulját is permeteznünk kell, mert ezek a szerek, amit most beszéltünk, ezek kontaktszerek. Tehát csak ott hatnak,
hova rá mennek. Ha erre az oldalról megyen rá, akkor itt halt, ha innét megyen rá, itt halt, ha fürtökre, fürt közé megy, akkor ott halt. Tehát nagyon jó, be kell belepermetezünk ezekkel a szerekkel a szőlőnket. Mindenhol. És be kell a hátulját is permetezni. Viszont a szőlőnk itt lélegzik. Itt vannak a pórusok. És hogyha jól bepermetezzük ezekkel a tapadószerrel, akkor eldugítjuk ezeket a pórusokat. És amikor eldugó, nem lélegzik úgy a szőlőnk. Én éppen ezért nem használom ezt a tapadószert. Mi van azokkal a tapadószerekkel, mint például ilyen háztartási, mint szoktak használni olajat, szoktak használni tejet, szoktak használni mosogatószert, cukrot, ezek mind-mind elősegítik a tapadást. De lényegében ugyanazt a hatást érünk el, mint a nonittal. Tehát ahogy rátapad, az megtartja ott, és eldugítja nekünk ezeket a pórusokat. Ezért én nem használom. Persze mindenkinek egyéni döntéssel fogja használni, nem fogja használni. Ez dönteti el önmaga mindenki egyénileg. De viszont ha használnak, akkor figyeljenek oda, hogy az olyan tapadóanyagot, hogy ami megmattítja a vizet, vagy átláthatatlanná teszi a vizet, mint például a tej is, ne akkor öntsék a üveghez, amikor már beleteszik a szódát, és már rögtön hozzá, és úgy keverjék, mert nem fogják látni azt, hogy mikor a szóda mikor ázik el. Tehát először keverjék el a szódát, és majd utána öntsék hozzá a tejet a permetezőgéphez, nem rögtön. Mert ha rögtön hozzáöntik, akkor lehet, hogy fogják permetezni, és azt fogják mondani, hogy hát ez nem is használ semmit. Persze, mert a szóda nem ázott el rendesen, ott marad darabokba, és amikor leöllepszik, rámennek, és semmi hatás nem ér el, pedig van hatása a szóda bikarbonának. Beszélhetünk még arról, hogy mondják azt, hogy a szóda bikarbonától édesebb is lesz a szőlő. Így van-e? Igen, így van. Valóban édesebb. De hát miért? Amikor szódabikarbonával nem viszünk bele plusz cukrot a szőlőhöz. Na nézzük meg, itt van a szőlő mellettünk, itt van egy árkádia, beszéljünk egy kicsit erről. Amikor lepermetezzük szódabikarbonával a szőlőnket, akkor lugot viszünk rá. A szőlőnk savas. A szőlőnk savas, és amikor lug megyen rá, akkor a lug hatástalanítja a savat, ami benne van itt a... tehát átmegyen, átszivárog, vagy átmegyen lassacskán a héjazaton, és ott a savakat kezdi el semlegesíteni. Ugyanezt történik akkor, amikor nekünk ég a gyomrunk. Nekem már, én bennem már párszor előfordult az, hogy megettem valami olyasmit, ami savas, és akkor olyan égést tapasztaltam, de amikor szódabikarbonát ittam, akkor rögtön átment. Tehát savat hatástalanított a lúg. Ugyanez megyen, ez létre itt a szőlőn belül is. Ha többször permetezzük, akkor kétszer, háromszor vagy négyszer permetezzük a szőlőnket, akkor egyre inkább megyen át rajta az a lúg, és egyre inkább hatástalanítja a savakat, és akkor édesebbnek érzük a szőlőnket. Éppen ezért lesz édesebb a szőlőnk. De ez nem csak a szőlőre vonatkozik, ez vonatkozik például a paradicsomra is, ha permetezzük, mert a paradicsom is savas. Ha ezzel fogjuk permetezni a szódabikarbonával, akkor semlegesítjük az ott lévő savakat, és így édesebbnek érezzük a paradicsomot. Na de, van egy rossz tulajdonsága is a szódabikarbonának, hogy mi megnézzük. Hozok egy másik szemet innét, amiből jobban látszik, hogy most miről van szó. Itt van egy szem. Lássák, van egy bevonat a szemen. Ezt úgy nevezik, hogy pruid. Ha letörlöm, fényes lesz. Letörlöm ezt a pruidot. Lássák, itt még rajta van. Letörlöm. Na, valami hasonló hatást érünk el a szódabikarbonával is. Ahogy rámennek a szemek, amikor permetezünk a bogyókra, ott semleges, tehát hatástalanítjuk ezt a pruidot. És ezért kitesszük a szőlőszemünket annak, hogy megbetegedjen. Ebben az esetben én azt ajánlom önöknek, hogy amikor permetezzük
szódabikarbonámon a szőlőnket, akkor náljunk meg egy permetezésnél. Hetente, vagy legalábbis 5-6 naponta kéne permeteznünk tovább a szőlőnket, hogy most azokat, hogyha véletlenül rákerülnek a szőlő szemünkre baktériumok vagy gombák, azokat újból hatástalanítsuk. Ha ezt nem tesszük meg, mivel tönkre megy nekünk a puroidunk, így ki van téve nekünk a szőlőnk a megbetegedésre, és jó, igaz, hogy elértük azt az eredményt, hogy megállítottunk egy bizonyos betegséget, de kitesszük a szőlőnket megint egy másiknak. Ezért, ha permetezzük szódabikarbonával, akkor 5-6 naponta mindig ismételjük meg, addig, amíg le nem szedtük a szőlőnket. Hát, hölgyeim és uraim, ezt szerettem volna elmondani a permetezésről, és arról, hogy mit lehetne használni abban az esetben, amikor már érik a szőlőnk. Nagyon sokan kérdezték tőlem, és azt a videót éppen azért készítettem. Tehát lássák azt, hogy nem egyszerű ebben az esetben cselekednünk, tehát kémiai szert nem szabad használnunk, maradnak ezek a szerek, amik én önöknek elmondtam, vagy bemutattam. Ezek mind nagyon jó segítenek, nagyon jó hatnak. Én is próbáltam már ezeket, próbáltam a kálium jódot, tehát jódisztő kálium, tehát jódos káliumot, próbáltam a szódabikarbonát, és használom a helatint is. A káliummal, tehát ezt a jódos káliummal én már termeteztem kétszer, amikor még nem érett, és plusz egyet kapott, egy káliumot kapott már érés közben a szőlőnk, és amikor már le lesz szedve a szőlő, újból fog kapni, de most már nem a jódos káliumból, hanem a helatint fog kapni, egy olyan 30-40 gram per 10 liter vizet, vagyis hát itt már milliliter, mert folyékony. Tehát, hogy elősegítjük azt, hogy jobban beérjenek nekünk a mennyidék. Ezek is nagyon jól érnek, már így is nagyon jól érnek, bár igaz, nálam itt az volt, hogy nagyon bő, nagyon sok volt rajta hagyva, nagyon sok termés volt, és ezért olyankor nehezebben érnek a mennyigék, de mivel használtam a káliumot, akkor így lássuk azt, hogy az a sok tömérdek mennyiségű szőlő, amit rajta volt hagyva, azok már lemannak szedve jó formán, és még így is nagyon jól érnek be a mennyigék. Hát én ajánlom őknek használni ezeket a szereket, és hogyha megbetegedett a szőlőjük, akkor nyugodtan használják a szódabikarbonát. Ez is nagyon segít. Hölgyeim és uraim, ezzel befejezem. Kívánom önöknek, hogy jó egészségben legyenek, és tartsák egészségesen a szőlőiket is. A viszontlátásra!